Sziasztok! A mai videóban a PMI.hu oldal használatnak a lehetőségét fogom bemutatni három felhasználói kategória esetében. Nyilvános nézetben az oldal alapvető tartalmai elérhetőek, lehet jelentkezni eseményekre, információkat lehet gyűjteni angol és magyar nyelven. A bejelentkezés első lehetősége a PMI tagságunkkal érhető el. Ekkor olyan menüpontok is elérhetőek, olyan események is elérhetőek, amelyek egyébként nyilvános nézetben nem. Az egyik ilyen menüpont például a tudás területen a PM képzések, amelyek jelen pillanatban csak PMI tagsággal rendelkező felhasználók érhetőek el. A másik lehetőség a bejelentkezésre a adminisztrátor jogosultság, ami eltér a PMI jogosultságaitól, illetve hát a PMI tagsághoz képest. Maga az oldal online kapcsolatban van napi frissítéssel a PMI globál adatbázisával, ezért a PMI azonosítók itt is használhatóak, azonban az oldal szerkesztéséhez egy önálló e-kontot kellett létrehozni, és maga az oldal szerkesztése hasonló felületen történik, mint a nyilvános megjelenése, annyi különbséggel, hogy bizonyos komponensek esetében egy ilyen fogaskerék jelenik meg, amivel különböző szerkesztőmenükhez érhetünk el, valamint magát a komponenseket tudjuk rendezni, illetve szükség szerint új komponenst is hozzá tudok tenni. A jogosultság, az adminisztrátor jogosultság részletesen szabályozható. Most bejelentkezek egy alacsonyabb jogosultságú adminisztrátorral. És itt látható, hogy bizonyos menüpontok esetében nem jelenik meg a fogaskerék, de ezeket az oldalakat ezzel nem tudom szerkeszteni, illetve bizonyos menüpontoknál pedig megjelenik a szerkesztő ikon. Ilyen módon oldalakhoz tudunk és funkciókhoz felhasználókat kötni. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni még egyszer. A PMI tagság azonosítója, PMI Global létezik, elérhető, azon keresztül is be lehet jelentkezni az oldalra, és elérhetjük a PMI tagságunkhoz kapcsolódó tartalmakat, azonban ezzel a jogosultsággal nem tudunk szerkeszteni az oldalon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!